Amikor felhívtuk Margit nénit, hogy jövünk, és kérdeztük, hogy merre lakik, akkor azt mondta, hogy mindenki fogja tudni a faluban, hogy merre keressük. Minek köszönheti ezt az ismertséget? Hát ugye itt születtem a faluba, itt nőttem fel, mindenki ismer, úgyhogy mindenki tudja, hol lakunk. Férjem is itt született. Régen itt lakunk. Minden. Azt is mindenki tudja, hogy szabad idejében mivel foglalkozik? Hogyne, azt is tudják, ugye, ez ilyen hobbi. Nem tudok úgy ülni nyugton, nekem mindig valamivel tevékenykedni kell aztán. Férjemmel együtt dolgozzuk ezeket a dolgokat. Mikor kezdte Margit néni ezt? Hát én ezt a csuhé sodringolást azt már lánykoromban tanultam. Volt itt egy iskolaigazgató, annak a felesége foglalkozott, és azt tanította be. Ezt meg nem régóta valahogyan, hogy véletlenül eszembe jutott, hogy csinálok virágot. Aztán szalmafonás meg a férjem tudta jobban. Ő mondta, hogy próbáljuk meg, szedtünk egy kis szalmát, aztán megpróbáltuk, hát aztán ilyenre sikerült. A gyerekek is bekapcsolódtak, a kislányok. Aztán hát ilyenre sikerült. Milyen gyakran tettük leülni és így dolgozni? Én naponta. Naponta valamit muszáj csinálnom, már nem tudok úgy ülni, sajnálom, de nem megy az, hogy én tétlenül üdögéljek, hanem naponta valamit mindig csinálok. Ajándékozom ide-oda családnak, meg ismerősöknek. Mikor gondolt először arra, Margit néni, hogy ezt megmutatja másoknak is, vagy hogy elmegy egy kiállításra, jelentkezik? Az úgy volt, hogy mikor intéztem ezt a kis nyugdíjfélét, akkor mentem az iskolába, és ott az egyik irodás hölgy meglátta nálam egy ilyen kis táskát. És rábeszélt, hogy Margit néni, csináljál szakkört. Próbáljuk meg. Hát az 8 éve volt, és azóta folyik ez a kis szakkör. Kik járnak ebbe a szakkörbe? Hát ebben jártak már nagyon sokan iskolás gyerekek, fiúk, lányok, vegyesen az óvónők, jártak, a vezetővonó is 2 éven is járt meg. Hát most is sokan jelentkeztek, már vagyunk vagy 12-en. Hát nem olyan sok, de hát azért ahhoz képest, hogy csak ugye abban az 1-2 órában mindenki, ha csak a maga örömére csinálja, hát akkor meg vagyok vele elégedve. Nehéz egyébként kosárkát elkészíteni? Nem nehéz. Hát ugye gyakorlás kérdése. Babákat azt a takácsnétől tanultam. Az volt itt kint egyszer megmutatni, és azóta csinálom én is. Mondta, hogy Margitka, majd a több századik szép lesz neked is. De először nem nagyon sikerült, de hát most már remélem, hogy szépek. Éppen azt szerettem volna kérdezni, hogy a figuránkat, vagy a mintákat, azt kitől tetszik? Vagy milyen ötlet alapján tetszik készíteni? Hát ez a saját ötletem. Mindig úgy elgondolom, hogy most én ezt szeretném csinálni, akkor férjemmel megbeszélem, hogy ilyen meg ilyen csináljál nekem, azt akkor én ahhoz csinálom a figurákat. Elképzelem magamnak. Többször említette már Margit néni a férjét. A férjével nagyon szorosan együtt hát vannak, együtt, és igen, együtt persze, csinálják együtt, ezeket. Igen. Ugye az ilyen kis fa dolgokat majd talán behozzuk, hogy megtetszik nézni, még a másik szobában is vannak ilyen kis csoportok, csuhé csoportok, hogy a kellékeket ő csinálja, fa munkákat, kis széket, meg mit tudom én, asztalkát, meg ilyesmit ő csinálja. Mióta házasok? Hú, hát már régen. 54 óta. 54 óta házasok vagyunk. És mindig itt éltek Soponyán? Mindig itt éltünk, igen, mindig itt éltünk. Mindig itt, most már ebben a házban élünk 40 éve. Ezen a tevékenységen kívül mi az, ami úgy meghatározta a Margit nénnek az életét? Hát én nem is tudom, a családom. Nagyon szeretem őket, nagyon ragaszkodnak is hozzánk. Nagyon gyakran jönnek az unokák, a lányok. Hát, Három lánya van. Három lányom van, igen. 8 unoka van. A 2 idősebb lányomnak. Mindegyiknek 3-3, a legfiatalabbnak meg 2 fiú, de hát azok nem fiúk, azok nem.
kislányok ezek inkább foglalkoznak vele. Az nagyon az a vadász Dóri, az nagyon foglalkozik, nagyon szereti ezeket a szalmákat csinálni. Tulajdonképpen annak is a 90%-át ő csinált annak a nagy koszorúnak. Csak én az apraját meg összeállítottam neki. És a lányai, ők foglalkoznak? A lányaim, hát a legidősebb lányom az tudja csinálni, de a másik kettő az nem. Volt ilyen, amikor kicsik voltak, hogy leültek együtt, és hogy akkor csinálták? Hogyne, szerettem. Én mindig szerettem velük foglalkozni ilyen dolgokkal. Hát ugye akkor még, mikor én tanultam lánykoromban, hát akkor csak még ilyen táskákat csináltak, meg papucsot, meg lábtörlőt, ilyesmit. Ilyeneket nem igen csináltak, ilyen kis dísztárgyakat. Hát aztán, amikor ugye nőttek, akkor csináltam én is nekik kis táskát, gömbölyt, papucsot. Aztán így benne járkáltak benne. És az miért volt vonzó a Margit nénnek a papucs, meg a lábtörlő, amikor tanulta? Nem tudom. Én mindig olyan voltam, hogy szerettem ilyesmivel foglalkozni. Édesapám is olyan volt. Az annyira örült neki, ha én valamit csináltam még lánykoromban is, hogy nagyon örült neki. Sőt, segített nekem szeregetni levelet, mutatta, hogy nézd, amilyen szép ez. Összeszedtük, és akkor ami kikerült belőle, akkor csináltam lánykoromban is mindig. Hiszen nem hagytam abba, mindig. Jöttek a gyerekek, akkor mindig csináltam egy kis valamit nekik. Szóval így nem felejtettem el, nem mentem ki a gyakorlatból. Ez tritikáli, ez takarmány búza szalmája. Mert nem tudtam rendes búza szalmát szedni, és ezt szedtünk, ez volt. Ezt az előbb betetszett áztatni. Mennyit kell ennek? Hát legalább egy jó fél órát kell neki ázni, mert ez egy kicsit keményebb, mint a búzaszalma, és ez nehezebben ázik meg. Na hát ez így megy. Vannak különböző nagyságú hengerek, ezeket a Margit néni találta ki, hogy erre kell? Igen, én találtam ki, hogy hát valahogyan más is legyen, ne csak olyan egyszerű dolog. Meg különben, na, hogy mondjam, Hajdunánáson voltam egyszer kiállításon, és ott láttam, hogy csinálták, de nem volt hajlandó a hölgy elmondani nekem. Így volt, vagy nem tudom, miért nem mondta, de nem akart elmondani, de hát azért én csak megláttam, hogy csinálják. A csuhét, azt honnan tetszik, hogyan? Hát az úgy van, hogy van a vejemnek egy kis földje, azt oda direkt fehér kukoricát vetünk, hogy legyen ilyen szép levél. Azt akkor azt, amikor már kezd érni, akkor szedegetjük, hogy meg hát másnak is, ugye van a szőlőhegyen, van egy kis szőlőföldünk, aztán ottan ilyen kis terciák vannak, amiben kevés kis kukorica van, amit kézzel szednek, azt akkor onnan szokok szedni. Férjem inkább a beszerző. A kiállítások közül melyik volt a legemlékezetesebb, vagy a legszebb itt, emlék? Itt Soponyán? Akár Soponyán, akár máshol. Hát eleinte nagyon jók voltak ezek a kiállítások, nagyon összejöttünk szépen, nagyon sok látogató is volt. Hát Fehérváron úgy voltam már többször a barátságházba, meg a skanzenbe is voltam kiállítani. Hát én nekem minden meg voltam elégedve, mind tetszett. Hát nem tudom, hogy a közönségnek tetszett, nem, azt nem tudom, de én nagyon meg voltam vele elégedve. Miért szeretik az emberek ezt, hogy ilyen természetes anyagból készítenek ezt azt? Hát én szerintem már megunták azt a sok műanyag holmit. Hát nem mondom, hogy nem szépek, de én nem szeretem, tulajdonképpen nem szeretem. Hát más is talán úgy van, hogy jobb szereti természetes anyagból az ilyen kis dísztárgyakat is, meg mindent. Melyik munkájára a legbüszkébb? Hát a jurtára. Arra vagyok a legbüszkébb, az nagyon sikeres lett nekem, nagyon tetszik. Ez hogy jutott eszébe? Hogy... Én megmondom őszintén, egy nagyon régi kalendárium, még mikor a kincses kalendáriumok voltak divatban, valahogy a kezembe került.
nagyon szeretem a könyveket is tulajdonképpen. Aztán az első lapon volt a feszti körkép. Aztán nekem az úgy megtetszett, hogy mondom a papának, hogy ezt megcsináljuk valahogyan azt a jurtát. Valahogyan meg is volt a kalendárunkban a leírása, hogy hogy készül a jurta. Aztán így csinált, így sikerült. Azt szeretem legjobban tulajdonképpen. Ez mikor készült egyébként? Az 3 éve. Mi a legszebb ebben, hogy ezt tetszük csinálni? Mi az, ami a legvonzóbb benne? Az, hogy unaloműző, vagy időtöltés? Hát igen. Hát vagy igen, az, hogy, az, hogy szép dolgok kerekednek hát az ki is, belőle? Igen, az is. Nagyon szeretem csinálni, az a lényeg. Nincs is olyan, ami kedvesebb, mint a másik. Mindet nagyon szeretem. Mindet nagyon szeretem, ezt a zsabarást is, a szalmafonást is, a kis veszőkosárkákat is, mindent szeretek csinálni.